Szevasztok srácok, ebben a videóban a jelenlegi hát topkilles, legtöbb freges mérkőzést fogom picit bemutatni, amit sikerült eddig a 9. szezonig bezárólag produkálnom. Azt gondolom ez is bizonyítja, hogy szép lassan azért rá lehet idővel érezni a játéknak a menetére. Picit lemjutoljuk. Koppaltoltuk ezt a Duo FPP-ben egy rángel formájában ezt a mérkőzést, és végig 6 kill került a scoreboardon a nevem mellé, ami most direkt végig is néztem. Egyszer volt egy 5 killes mérkőzésem squadban, de hát az ugye teljesen más azért. Úgyhogy igazándiból ez történt. Az elején volt egy kis afkkop részéről, úgyhogy ő még úgy repült tovább egy picikét. És már a hangot visszanyomjuk. Ideugrottunk Erengeden a keleti partokhoz. Szokásunk a szívenén kis házikokhoz. Ő éppen nem tudom már milyen épületet talált. Ő konkrétan itt esik. Ja, ő ide jön föl. Hú, itt micsoda lövés váltások voltak. Úgy itt megy a lootolgatás, igazándiból se nála, se nálam nincsen senki. Ő egy picit hamarabb kapott normál lootot, maradjunk annyiban. Mondjuk itt konkrétan a lootokat nem mutatja, hogy miket talált. Egy kis jelző. Snoop Dogg. Itt igazániból összvisz találtam egy shotit, szóval nekem annyira durván vagy úton volt, hogy ilyet még én nem értem. Ja, és nyilván ott még táskát se találtam, sisakot még úgyse. Úgyhogy igazániból egyszer mellénnyel és egy shotival rohangáltam itt a nagyvilágban. Ami valljuk be, nem egy életbiztosítás ebben a játékban. Bár szerintem az úgy a valóságban sem az. Na, itt legalább már találtam egy autósodit, meg egy kettes sisakot, szóval alakul a loot. Még kopnál azért ott van egy AK, meg egy 6x-es M16. Úgyhogy igazániból itt eléggé messze voltunk, és abban állapodtunk meg, hogyha találok valami értékelhető fegyverszetet, akkor mindenképpen megyek, hogy azért legyünk már annyira messze. És itt viszont találtam egy SLR-t, ami elég jó szolgálatot tud tenni, hiszen ugye talán szerint véleményem szerint a legnagyobb sebzésű DMR, ugye hát a mininél egyértelműen erősebb. Talán egyedül az MK14 az, ami erősebb nála, de az ugye csak lootboxból eshet. Szóval azt nem is veszem ide. Az SKS-nél erősebb egy picikét, nagyobb a visszarúgása, ellenben nem lehet rá markolatot sem rakni. És itt viszont már találtam egy berilt is. Ez volt az a terület, ahol gyakorlatilag ugye előtte nem találtam semmit, itt meg két ház alatt gyakorlatilag két beril is volt. Úgyhogy lőszerrel is el voltam látva, azzal sem volt már probléma. És volt egy 3x-em, illetve egy red dotom. És ugye azt tudtuk nagyon jól, hogy Lipovkába érkeztek csapatok. Úgyhogy igazániból megpróbáltunk itt így nézelődni rájuk. Néha elég nehéz belőni a zalop tempót. Mondjuk nem lenne rossz, hogyha ez a spectator írná, hogy éppen hányszoros sebességen vagy. Itt kop egyébként valamikor ott a
szürke házat mondta, hogy ott kiszúrt egy embert. Két emelet egy szürke házban. Én meg itt még ugye egyelőre csak rohantam oda, mint az állat. Próbáltam egyáltalán közel érni. Viszont ugye mivel csak 3x-em volt, hiába volt SLR-em, kihasználni Isten igazándiból nem tudtam a fegyvert. Hiszen azért ilyen távra 3x-el, hát maradjunk annyiba, hogy nem a legpontosabb dolog. És komolyan kint volt a gyerek ott oldalt, és én nem vettem észre? Azért az mondjuk karrier. Mindegy, itt egyébként az volt a cél, hogy ugye alapvetően a kör az így nézett ki. Tehát nekik mindenképp jönniük kellett volna ide befelé. És hogy akkor majd, amikor a nyuszi kiugrik a bokorból, és a légyre száll a virágra, ja nem, az más történet. Szóval, hogy amikor jönnek kifelé, akkor majd levadásszuk őket. Aztán itt egyébként próbáltam így egy picikét jönni közelebb. Ők meg csak itt így lootolgattak vidámon. Viszont azt itt már tudtuk, hogy itt van valahol egy kocsi. Egész pontosan ott látszik. Kék Dacia. Nagyon kemény képeket lehet csinálni vele. Na, szóval, igen. Kopp nézte innen. Igazándiból olyan nagyon senki nem látott semmit. Tehát sikerült pont folyamatosan úgy mozogniuk, hogy nem voltak benne a célkeresztünkben. És igazándiból így nem történik semmi. Úgyhogy gyorsítunk is a dolgokon. Mondjuk erre kíváncsi vagyok, mert végül vártunk, de nem tudtunk senkiről semmit. És komolyan kijönnek a város túlfelén úgy, hogy nem veszük észre? És komolyan kijönnek úgy? Pont a másik irányba néztem, amikor ott úgy... Ja nem, ott pont a domb mögött mentek ki. Aha! Így már értem, igen. Tehát mi meg itt így várjuk őket, mint a hülyék. És akkor itt döntöttük el azt, hogy jó, akkor nem szórakozunk, megyünk a kocsiért, és akkor vonuljunk be a kör közepére. Előbb mostanában az, hogy a körrel megyünk, az már annyira nem szokott bejönni. Be kell menni a kör közepére, aztán kell a... Gyors fölveszem itt a fuvart. És akkor alszokja. És igazániból itt azt itt tudtuk, hogy gyakorlatilag a komplet fél pályán át kell menni. De ugye arról fogalmunk nem volt, hogy kik vannak és hol vannak. Hát kaptunk egy pár darab golyót, de hitet nem kapott senki, aztán majdnem fel is borultunk. Ez amúgy gyorsítás nélkül sokkal támaiban nézett ki. És igazándiból így bejöttünk a környezetére. Letettük a kocsit távolabb, hogy annyira ne legyen egyértelmű, hogy merre vagyunk. Úgyhogy itt még így gyakorlatilag... Ja, itt volt az, hogy kunyisztam volna koptal egy kis boostert. Aztán igazándiból találtam egyből egy energyt, úgyhogy abban nem volt gond. Egy kis osztozkodás. Olyan lényeges dolgot nem találtam itt. Egyedül, amit az előbb első körben ott hagytam, a cheekpad az SLR-re, de
Hát így bemutattam itt Cobb számára a csodálatos csali taktikát. Két first aidből egyet kiraktam ide, és ugye alapvetően, hogyha bejönnek az első ajtón, ide nem valószínűleg egyből be fognak nézni, illetve mivel hogy szűk az ajtó, ide csak úgy tudnak benézni, hogyha fordulnak, hogy a fegyvert fölemeli a karakter, szóval mire ők észrevesznek, addigra a fegyverük pont nem lesz használható, és gyakorlatilag szarra lehet őket tunkolni, mielőtt még rádemelhetnék egész konkrétan a fegyver csövét. Ha pedig meglátják a first aid-et és csak lootolni mennek, akkor gyakorlatilag ugye belép oda érte, és akkor ugyanott tartunk. Itt még osztozkodtunk valamit, nem tudom már mi volt az. De itt így még egy picikét ezzel szórakoztunk, de egyébként ahogy elnézem nem nagyon volt a közelünkben senki. Viszont úgy voltunk vele, hogy nem akarunk kücsörögni annyira, és ezért megindultunk ide erre. Na most ők innen ide átjöttek, úgyhogy itt kezdődött a buli. És itt már kiszúrtuk, hogy ott úgy ugrott. És már lőttek is ránk egyébként, tehát Koppot már hitelték is. Itt megpróbáltam bevágni egy heget, igazándiból nem túl nagy sikerrel, mert hogy azt hiszem, hogy el sem. Aztán kapott ott a srác egy fejest, illetve valószínűleg fejes volt. Minden esetre az látszik, hogy gyakorlatilag egyből a lúzás lesz és vonulni a keleti, de jó, ez furán nézett ki. Egyébként ott kihajoltam és úgy történt az eset. Tehát ott már ki is osztottam egy nokkot. A másikat viszont nem láttam igazániból, hogy mi történt vele, csak ott, hogy elfut hátra. Viszont azt tudtam, hogy el kell menni a társaért healelni, mivel hogy már nem lehet túl sok HP-ja. Úgyhogy megpróbáltam pozit váltani, azzal pedig, hogy odafüstölt, gyakorlatilag el is árulta, hogy mi van. Viszont hegem már nem volt, amivel esetleg tudtam volna ott operálni. És itt még mindig 17 csapat volt egyébként életben. Akkor próbált messzebbről operálni rájuk, ugye neki 6 isze volt, szóval hiába volt csak egy M16-ja, idézőjelesen csak. Igazándiból neki ilyen szempontból jóval nagyobb előnye volt, mint nekem. És ezzel tudott figyelmet terelni is. Ott láttam egy pillanatra egy srácot, viszont itt pont elmászott. Ő viszont ugye szemmel láthatóan nem tudta, hogy én ott vagyok. Kukucs! Itt ugye azt se tudtuk, hogy hol vagyunk egymáshoz képest. És itt látható majd mindjárt az, hogy most így megpróbálok a kőnek a másik oldalán, aztán eljövök, hogy igazándiból ez nem. Kinézek. És igazándiból először csak néztem, hogy ez most komolyan oda kigúgolt a francba, és igazándiból igen, tehát ő kigúgolt oda a francba. A birdes srác pedig gyakorlatilag csak úgy ott úgy benn volt, várta a csodát. Egyébként itt most így ki voltam hajolva, tehát nem a beton néztem. Na, ezt nem tudom, hogy sikerült összehoznom mondjuk, tehát ez gyönyörű volt. Jó, igazán, de úgy voltam vele, hogy olyan nem mutam el. A kihajolások nem mutatja. Itt viszont úgy kaptam egy enyhe szívrohamot, hiszen lelőttem, de a gránátot még ő el tudta hajítani. Szóval gyakorlatilag low HP-s voltam. De hát innen látszik, hogy gyakorlatilag közel stávban nem volt senki. Amit persze nyilvánvalóan mi nem tudtunk, úgyhogy próbáltunk gyorsan lootolgatni. És ugye megjött a következő kör, amiről tudtuk, hogy ugyanúgy jó lesz. Hagytam egy kis életet kopnak. És ez lesz az a ház, aminél igazándiból beindulnak a dolgok elég rendesen. Hiszen itt érkezik egy csapat. És azt hallottuk, hogy ők ide jönnek valahova. Ők azt ugye látták, hogy itt nyitva vannak a dolgok.
Szóval szerintem ők itt elég óvatosan próbáltak. Először körbenézni, így van. Tehát nagyon lesekednek fölfele. Egyébként UMP-kkel vannak felszerelve, az annyira nem ütős. És 16 csapat és 29 játékos volt életben. Viszont innentől kezdve azt tudták, hogy ez gyakorlatilag üres. Tehát ilyen szempontban nekik nem volt miért aggódni. Annyi, hogy itt ezek a damiték jöttek, tehát gyakorlatilag itt beült a két csapat úgy, hogy mint látható, hiába voltak két egyforma házba, vagy legalábbis, bár nem, mert a miénk az magasabb ház volt egy szinttel, de tehát hiába ültünk be a két házba, a háztető miatt pont nem látszódott innen senki a másik házba. Főső szintre pedig éppen csak, ja nem, várja, ez a főső szint, igen. Jó, akkor hülyeségeket beszélek részben. Tehát nem, abszolút nem látni hát a másik házba. Azt tudtuk, hogy ott vannak, nézegettük ugye a kisebbik házat, próbáltunk csöndbe lenni. Itt ugye már lootoltam egy 6x-et, meg kaptam Koptól kompenzátort az SLR-re, mondjuk a kompit azt még talán korábban. Tehát tudtuk nagyon jól, hogy ott ül egy csapat abban a házban. Tudtuk nagyon jól, hogy nem a középsőben van, mivel hogy ott nincs mozgás, meg nem hallunk mozgást. Ők teljesen megelégedtek azzal, hogy ők itt el vannak, mi megelégedtünk azzal, hogy itt el vagyunk. Kobb beült a sarokba, próbált nézelődni, és igazándiból nem történt semmi egyéb. Itt hallottuk néha, hogy futkároznak, meg ilyenek, de lényegében nem hallottunk semmi mást. Én így följöttem, lementem, nézegettem, próbálkoztam fölmászni oda, semmi. Tehát lényegében nem történt abszolút semmi. De tényleg semmi. Tehát most ez a campfázis volt. Hát ez a 6x-es SLR, ez elég jól néz ki. És hatásos. Na, az a lila csapat az ott megindult a dombolába, és rájuk viszont ugye elkezdtek lövöldözni. M4-6x-es messzire annyira nem jó. És én próbáltam őket meglepni, és próbáltam, egyébként teljesen azt hittem, hogy bent vannak a középső kisházba. És ezért bedobtam oda az egy szem gránátomat. Nagyon okosan, nyilván. Akkor jó ötletnek tűnt. Viszont mivel senki nem rohant ki, gyakorlatilag tudtam, hogy senki nincs ott. Úgyhogy innentől meg már teljesen biztos volt, hogy ott a túlsóban vannak. Nem baj, én azért figyeltem. Biztos, ami biztos. Nem ám oda teleportálnak. És jelenleg ez a két csapat volt benne, illetve ott volt egy szóló játékos, vele mi történik. Gyakorlatilag HP-ja nincs. És szerintem az Animal Projectet, igen, ők le is szedték a francba. Jó, én itt meg úgy döntöttem, hogy jó, akkor itt így sztrájkolok, mivel hogy kör közepén vagyunk. Előbb-utóbb ide úgyis jönni fognak fel emberek, úgyhogy én fogtam magam és így lefeküdtem ide a francba. Itt Animal Project és Tokofonik azok, akik bejöttek még a körbe. Tehát igazándiból 10 csapat volt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gyakorlatilag mindenki benn van a körben. Jelenleg. A következő körben, ahova szűkülött, viszont van 3 darab csapat összvisz. Ugye azért mondanom sem kell azért itt ilyenkor egy picit. Tehát, hogy lövöldöznek, de király, hova? Tehát ugye mi nem láttunk senkit. Amire magyarázat az, hogy gyakorlatilag mivel hogy a másik irányba voltak. Tehát ugye ide lőttek. És ugye mi arra már nem igazán láttunk rá. És Saul is egyedül maradt. Én igazándiból nem nagyon törődtem a messzi dolgokkal, úgyhogy itt így próbáltam közelre tartani. Elsődleges célom az volt, hogy ők ne jöjjenek ránk. Bár innen nézve szemmel látva, hogy nem is volt céljuk. Mesztályi meghalt, gyakorlatilag már csak 8 csapat van. Itt a körperemén még úgy
akadhatnak csaták. Így van. Már öltek is egyet. Illetve itt is anima projecték üldözni. Az egyik egyes játékos meghal. És itt viszont tudtuk azt, hogy ugye egyértelmű, hogy hol van az ellenfél. Viszont gyakorlatilag nekik jönni kellett, mivel hogy a középső házat fogja ketté vágni gyakorlatilag a kör. Szóval vagy átmennek a középsőbe, vagy megpróbálnak hozzánk bejönni. Számukra egyik sem egy olyan otthon lehetőség szerintem. Szegény Shimazaki. Azért őt nem irigylem. Én meg itt így fekszek továbbra is. Prozer, na nézzük a társa. Kiszedi Animal Projectet. Prozert pedig alig hanem Soul fogja kiszedni. Na, a grán. Az nem talál. Soul az, aki közeledik az, itt az M249-el. Illetve jön be az egyes csapat is. Így váltsunk is vissza ide, hiszen itt kezdenek el beindulni a dolgok. Hiszen hirtelenjében mindenki meg fog érkezni a körbe. Perfokka föl is adta a társát. Az egyes csapat ide beérkezett a lánk. Vagy tízes, nem tudom melyik a számuk. Tízes lesz az. És itt ugye jöttek föl. Hiszen nyilván. Ott volt a gyors választás, mivel ugye itt alapvetően kop volt abban a helyzetben, hogy gyakorlatilag szemben volt velük, úgyhogy rám meg nem figyeltek, őt próbáltak elsőként. Hát gyakorlatilag nem tudott lerajálni. És itt volt az, hogy gyakorlatilag, hogy itt már nem akartunk lootolni. Én meg itt így kinéztem az ablakon. Láttam, hogy ott van egy srác. Először nem akartam kinézni rá, aztán jó mondom, megnézzük. És pont sikerült elkapni, még mielőtt beszúrta volna azt a first seedet magának. Úgyhogy ő volt az ötödik. És ott, mint hogyha engem, aki pedig nem lőtt innen, most már biztos volt, hogy ott van egy srác. És ugye ők voltak azok, akik itt voltak ebben a házban, és itt volt az, hogy itt már mindenképp jönniük kellett. Hoppa, itt az egyik srác konkrétan már itt volt alattunk. Próbált rám túrni a srác igazándiból több-kevesebb sikerrel. Tehát ő ott úgy rejtőzködött, illetve hallottuk, hogy ott futkos alattunk. Na szóval, őt sikerült ott lenokkolni. Őt gyakorlatilag szerintem ott a kék az úgy el is rendezte. Bár őt szerintem nem én nokkoltam le végül. Mert hogy gyakorlatilag... És őt viszont én öltem meg, az egészen biztos. És én meg itt így kiugrottam. Kiugrottam úgy, hogy gyakorlatilag így röptébe kiszedett a srác. És így lett összességében 6 killem, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt a srácot biztos, hogy nem én nokkoltam le. Mivel hogy akkor megkaptam volna érte a 7. killt is. Hiszen akkor így... Hát ha csak nem, ott a fönti volt az, aki Tehát lehet, hogy az egyik föntit kop kapta el igazániból, ha jól lettem, mondjuk ott mind a kettőt nekem adta. Mindegy, az biztos, hogy amikor ide beérkeztünk, ugye volt 2, aztán fönt 2, egy a fánál, a hilelés közben, illetve itt a végén még egy, és így jött össze a 6 kill.
És hát összességében ez egy második helyet hozott. Igazándiból azt kell, hogy mondjam, hogy itt a végén megnézve, hát itt elméletileg az épület sarka, hogyha jobban megnéztem volna, lehet, hogy benne lett volna a körben. De így is úgyis 2v1-ben vert helyzetben voltam, hiszen nekem kellett menni mindenképpen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből még így is a legtöbbet kihoztuk. És egy elég szép darálás lett itt a vége a történetnek. Úgyhogy kezd számomra egyre izgalmasabbá válni ez a játék, és attól tartok, hogy egyre nehezebb lesz abba hagyni egyszer. Úgyhogy reméljük, hogy még sok ilyen kis frag parádé lesz. Sziasztok!